Ivancsó Bazil atya a vendégem, dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké. A Mária maraton lesz most a témánk. Néhány percben arról fogunk beszélni, hogy mit is ad nekünk egy ilyen maraton, vagy akár a Mária út, és mikor rendezik meg a következő ilyen alkalmat. A következő alkalmat idén nyáron, június és július fordulójára terveztem. Június 26-án indulunk el konkrétan autóval, az még csak odautazás lesz Częstochovába, és július 5-ig tart, de szintén már a hazautazásnak a napja, igazából a közbelső 8 napot fogjuk végig tekerni. Ez egy kerékpáros lesz, maratonút lesz. Vajon a laikus ember számára teszem fel most ezt a kérdést, amilyen egyébként én is vagyok, hogy az arándoklat alapvetően, hogy mit ad az embernek, vagy a résztvevőnek, azt úgy szoktuk tudni, hogy milyen lelki, belső, külső utat jár be ilyenkor az ember. Az, hogy ez mondjuk kerékpárral történik, az miben jelent más, vagy miben ad többet akár? Régóta beírta magába a köztudatba ez a fogalom magát, hogy sport zarándoklat. Valóban ilyenkor több napig tartó dologról van szó, élményről is, és hát ez azt jelenti, hogy bármilyen sporteszközzel, mondjuk többnyire tényleg kerékpárral, de lehet máshogyan is vállalkozni ilyen kalandokra. Van bőven testi terhelés, de vannak csodaszép lelki élmények, hiszen azért nem mindegy, hogy valaki egy teljesítménytúrának fogja ezt föl, és akkor, hogyha akár még versenynek is, akkor a másik legyőzése a cél, vagy pedig sokkal inkább egy csapatként, és akkor közösen tesszük meg ezt az utat, nem mellékes, hogy végig imádkozva, minden nap szent mise, minden nap rózsafűzér, és akkor így a nehézségeken közösen átküzdve magunkat, valóban az Isten közelséget az ember meg tudja tapasztalni. Elég a természeten végignézni, és rájön az ember, hogy ez azért mégse magától, mégse véletlenül alakult így ki. Tehát, hogyha rábízom magam a jó Istenre, terepen, időjáráson, mindenféle nehézségeken át, akár a csapat összerázódásán át is, sok mindenen át, rábízom magam a jó Istenre, akkor közelebb fogok hozzá kerülni. Na, erről van szó egy sportzarándoklaton. Itt a közösségi dinamika az, ami számomra nagyon érdekes, mondjuk egy ilyen zarándoklaton, hogy milyen mélységeket, magasságokat tud megjárni az egyén a közösségben, egy ilyen zarándoklat során. Hát valóban össze kell rázódni legelőször is. Ez könnyű egy olyan csapattal, akikkel már volt korábban kalandunk. Az előző két nyáron ilyen csapattal volt dolgom, hogy ugyanazok jöttek majdnem teljes egészében, és ezért könnyű dolgom volt, úgy körvonalazódik, hogy ez idén-nyáron is, hát többségében így lesz. Így aztán ezen a nehézségen már kapásból azt lehet mondani, túl vagyunk. Inkább olyan nehézségek elé fogunk nézni, hogy észak felé haladunk, a Balti-tenger felől azért fújhat az északi szél, az időjárásról nem tudok gondoskodni, de sokkal könnyebb lesz, mint tavaly, amikor hegyeken, völgyeken át kellett átverekednünk magunkat, így most a teljes lengyel és litván alföldön, ami teljesen sík, nem igazán lesz ilyen terepgondunk. Az atyához fordultak már olyan tanúságtételekkel, beszámoltak-e a zarándoklat résztvevői olyan megtapasztalásokról, amelyekben rengeteget kaptak egy ilyen zarándoklaton, vagy ami kicsit megnyitotta az Isten kapcsolatukat? Igen, és ennek őszintén örülök. Valóban, hogy az út végére azért mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek az az élménye, hogy sokat jelentett, lelkileg is. És igazából, mivel egy katolikus zarándoklatról van szó, ezzel elérte a célját és a lényegét. Aki szeretne részt venni ezen a zarándoklaton, az hogyan jelentkezhet, hol találhat erről információkat? Interneten akár mariaut.hu
a görögkatolikus hitéleti újságunkban, a görögkatolikus szemlében, Facebookon több helyen meghirdettem katolikus csoportokban, úgyhogy aki akarja, az megtalálhatja. Atya, engedjen meg nekem egy kérdést, az iménti beszélgetésben is Nagybőtről volt szó, Nagybőti lelki készületről, minden atyát megkérdezek, vagy megkérek, aki ide bejön hozzánk, hogy mondjon néhány olyan lelki gondolatot, fogódzót, ami kicsit még inkább segíthet bennünket itt a Nagybőti lelki készületben. És hát itt most különösen gondolhatunk ugye a háborúra, ami itt van a szomszédságunkban, és már több mint egy hónapja tart. Igen. A zsoltározás támpont, az imádság védőfal, a böjt támasz, amely nélkül senki nem láthatja meg az Istent. Létrás Szent Jánosnak a főművében, a Létrában olvashatjuk ezt a gondolatot. Nyilván ez az egész életünkre igaz lehet. Ilyenkor Nagybőjtben talán még fontosabb ezt olvasnunk, tudatosítanunk, átélmélkednünk, hiszen azért van még hátra a Nagybőjtből néhány nap, utána pedig jönnek a legszentebb napok. Készület nélkül nem fog menni, nem lesz igazi húsvétom, és nem fogom igazán szívvel, lélekkel Urunk szenvedéseit se tudni átélni, amit értünk. Szent Pál apostolra támaszkodva is azt lehet mondani, személyesen értem, adott a megváltóm. Atya, köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, és akkor a Mária maratonra pedig remélem, hogy minél többen jelentkeznek, aminek tehát a határideje micsoda? Határidő május. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké.